Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, azokat is, akik bármilyen formában élőben nézik a közvetítésünket a Galileo Webcast csatornáján keresztül, akiknek külön köszönöm azt, hogy ezt a közvetítést lehetővé tették. Köszöntöm azokat is, így időben egy kicsit elcsúszva, akik majd felvételről fogják megnézni ezt a mai adásunkat. És természetesen szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, akikkel ezt az asztronautikai pódium beszélgetést ma itt másfél órában lefolytatjuk. Mielőtt őket bemutatnám, engedjenek meg két mondatot arról, hogy miért is éppen ma és milyen alkalomból tartjuk ezt az asztronautikai pódium beszélgetést. Hát ugye űrhajózás, űrtevékenység eseményeit figyelemmel kísérők számára nem olyan nagy újdonság az, hogy április 12-e van az űrhajózás napja. Miért az űrhajózás napja? Azért, mert április 12-én éppen 60 évvel ezelőtt, 1961-ben indult Gagarin az első űrrepülésre, az űrhajózás történetének első repülésére. Talán azt is sokan tudják, hogy a másik pontosan a mai naphoz kötődő évforduló az az első űrrepülőgép indítása 20 évvel Gagarin után, tehát 40 évvel ezelőtt, 1981. április 12-én. És ha már április, akkor két másik évfordulót is érdemes ide idézni. 1971-ben állt pályára az első űrállomás, a Szaljut 1. Igaz, hogy az egy héttel később volt, ugye április 19-én, és 1996-ban pedig áprilisban, április 23-án fejeződött be az első modul űrállomás, a Mir építése. Hát ebből az alkalomból fogunk beszélgetni, de nem erről. Hogy miről, azt majd meg fogjuk hallani. Minden esetre először szeretném bemutatni vendégeinket, ha lehet, hogy a képen majd őket lássuk. Először a hölgyet, dr. Éman Bea, kutatócsoport vezető, a Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport, az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Természettudományi Kutatóközpontjában. A munkájáról majd az előadásában fog beszélni. A három urat pedig, vendégeinket, résztvevőket az előadásaik sorrendjében dr. Remes Péter, nyugállományú orvos ezredes, repülő- és űrorvos, a Szegedi Tudomány Egyetem repülő- és űrorvosi tanszékének címzetes egyetemi docense. Szentpéteri László, műholdas alkalmazási szakértő, tudományos újságíró, az Űrvilág alapítója, és tulajdonképpen ennek a mai beszélgetésnek az ötletadója, tehát a program összeállítását és szervezését ezúton is köszönöm szépen Lacinak. És végül, de nem utolsó sorban Magyari Gábor, az EASA kereskedelmi pilóta oktató, az ESA személyzetes űrrepülési program magyar delegáltjának tanácsadója. Én pedig Bot Előd vagyok, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke, én fogom vezetni ezt a mai beszélgetést. És akkor térjünk is rá a lényegre. Szólítanám először első előadónkat, dr. Remes Pétert, aki űrhajósok kiválogatása az elmúlt 60 évben címmel fogja megtartani előadását. Péter, kérlek szépen, hogy akkor oszd meg a vetítésedet, és avasd be bennünket ebbe az érdekes témába. Tiéd a szó. Jó estét kívánok! Megtiszteltetésnek veszem, hogy részese lehetek ennek a pódiumbeszélgetésnek. Az űrhajósok kiválogatása az elmúlt 60 évben jó és rossz példák az előadásom címe. Mindjárt lépünk a következőre. Ha megtalálom a nyilat, megvan. A repülő- és űrorvostan a múlt században alakult ki. Az emberi és a növényi, valamint az állati szervezetekkel foglalkozik az űrben. Űr élelmiszerek és táplálkozás, lakhatás és űr élőhely. A földön kívüli élet tartozik még tárgykörébe.
Az űrrepülés kedvezőtlen élettani hatásaival kapcsolatban 60 éve egyre többet és többet ismerünk meg. Ilyeneket, mint a kozmikus sugárzás, a gravitációs terhelés, vagy éppen a súlytalanság, a stressz, az életveszély, az izoláció, és sorolhatnám sokáig. Ez az ábra 40 éves. A súlytalanság okozta élettani változások időbeli lefolyását ábrázolja. Itt először az egyensúlyzavarok keletkeznek, aztán folyadék és ásványi anyagveszteség jön létre, majd a szívérendszer kondíció csökken, és így tovább sok-sok, szinte minden változik az emberi szervezetben. Azért hoztam ezt az ábrát, mert ma is aktuális. Az űr nem változott, a súlytalanság okozta élettani változások sem változtak. Az űrrepülés kedvezőtlen élettani hatásait nem mindenki viseli el. Ki kell válogatni az arra alkalmas embereket. A kiválogatás célja az, hogy az alkalmatlanok ne kerüljenek kedvezőtlen helyzetbe, az alkalmatlanokat távol kell tartani az űrrepüléstől. Az űrhajós kiválogatás különböző szempontok szerint történhet. Attól függően, hogy hivatásos űrhajóst, egy űrhajós parancsnokot, vagy tudós típusú űrhajóst, netán egy űrturistát küldünk az űrbe, más szempontok jönnek elő. És ha más a szempont, ha egy rövid idejű repülésről van szó, vagy egy hosszú idejű repülésről van szó, netán csak egy adott feladatra kell kiválasztanunk az űrhajóst. A vizsgálati metodikák 1953-ban kezdődtek, ez egy földi űrhajós csoport tagjain történt ezeknek a kipróbálása, az Egyesült Államokban is, és a Szovjetunióban is földi űrhajós csoportok jöttek létre, önkéntesek áldozták olykor-olykor még az életüket is az űrrepülés oltárán. Az amerikai űrhajós kiválogatás 1958-ban kezdődött, akkor 1000 jelentkezőből válogatták ki az első 7 fős űrhajós csoportot. A szovjet űrhajós kiválogatás is 1959-ben kezdődött. A Szovjetunióban mintegy 3500 szuperszonikus vadászpilótából választották ki az első 20 fős űrhajós csoportot. Hát meg kell emlékeznünk az interkozmosz űrhajósokról is, őket 1977-ben válogattuk ki, 3 csoportban választottuk ki őket, és 1977-ben történt a magyar űrhajós kiválogatás is, akkor 95 vadászpilóta közül találtunk 7 alkalmas jelöltet. A következő táblázatok azt érzékeltetik, hogy csupán egy kiragadott szervrendszer, a szív-érrendszer vizsgálatával milyen részletekbe menően kell meghatározni az alkalmasságot vagy az alkalmatlanságot. Ezekről részletesen az első magyar űrrepülés története című könyvben lehet olvasni, az érdeklődők ott nyilván ezt részletesebben is megismerhetik. Ha kiragadunk a szív-érrendszer tárgyköréből egyetlen egy részt, a szív működését, akkor mondjuk itt beszeretném mutatni, a szisztol és részidők vizsgálata milyen részletekben menően történt, például az első magyar űrhajós kiválasztásánál. Például a szívciklus vizsgálata billenőasztalon történt, egyrészt antiortosztatikus pozícióban, itt jobbra látható, Farkas Bertalan fejlogatott helyzetben van a billenőasztalon, tele érzékelőkkel. Ilyenkor azokat a reflexeket vizsgáljuk az űrhajósnál, amelyek a súlytalanságba való érkezéskor kezdenek el működni. A másik pozíció az ortosztatikus helyzet, a föld gravitációs terében ez egy álló testhelyzetet jelent. Ezekre a reflexekre pedig akkor van szükség, amikor a súlytalanság után a földi readaptáció zajlik, tehát a gravitációs térbe való visszaérkezés történik.
Itt két mutatót a sok száz közül kiragadva, a preejekciós periódust és a balkamreejekciós időt láthatjuk ezen a grafikonon, és hát érzékelhetjük, hogy milyen markáns változások történnek az emberi szervezetben ortosztatikus és antiortosztatikus testhelyzetben. Nyilvánvaló, hogy aki nem így működik, akinek a szervrendszere, reflexei nem így működnek, az alkalmatlan az űrrepülésre, hiszen nem tud részt venni egy ilyen űrrepülésen. Tehát a kiválogatás ilyen részletekbe menően kell, hogy történjen. Most egy 4 perces filmvetítésen szeretném érzékeltetni, hogy miért is kellenek ezek a szigorú terheléses vizsgálatok. Innen most kilépünk, megkeresem a kis filmecskémet, ez meg is van, elindítom. Hát vadászpilótákon vizsgáljuk, és mutatom be a G-tűrő képességet. Egy 6G-s terhelésnél mi történik, hogy néz ki, amikor a pilóta, netán űrrepülés alatt az űrhajós elveszti az eszméletét. Ez nem azt jelenti, hogy ez a pilóta rossz G-tűrő képességű, hiszen ez a mindennapi gyakorlata során ezt a terhelést nagyon is elviseli. Csak éppen a rossz pszichofiziológiai kondíciója az, ami aktuálisan alkalmatlanná teszi őt. Ez centrifuga vizsgálatban is bemutatok néhány pilótát, hogy néz ki, amikor valaki elájul és elveszti munkaképességét. Tehát a tűrőképesség meghatározza kötelező. De talán egy mondatot arról, hogy mi is az a G-tűrőképesség. A G a gravitációs egység, az a gravitációs erő, amit a Földön terhelésként kap a szívérendszer. Itt ennél a pilótánál 6G-nél történt az ájulás, tehát 6-szoros földi gravitációs terhelést nem bírt elviselni. Ez egy 5G-s terhelés. Ezt az 5G-s terhelést a magyar űrhajósnak is el kellett viselnie. Abban különbözik a pilóta és az űrhajós G-terhelése, hogy a pilóta G-terhelése rövid idejű, csak másodpercekig tart, 5-10 másodpercig tart, míg az űrhajós G-terhelése hosszú ideig tart. Például a pályára állás 8,5-9 percig 3,6 G-s átlagos terhelést jelent. Vagy például a balisztikus pályán való leszállás az 10-szeres gravitációs terhelést jelent, és ez bizony hosszú ideig kell elviselni, percekig kell elviselni. A legnagyobb terhelést mindez idáig Lazarev és Makarov szovjet űrhajósok viselték el. Ők egy kényszerleszállás során rövid időre, igaz, hogy csak rövid időre, 20,6 G-s terhelést kellett, hogy elviseljenek. Ez természetesen összeegyezhetetlen már az élettel. Ők is a klinikai halál állapotába kerültek, de szívregálásuk volt, de a jó kiválogatás eredményeképpen eszméletre tértek, és a klinikai halálból visszajöttek. Hát most néhány kocka a magyar űrhajósokról, akiknek a G-tűrő képessége jó volt, mint Farkas Bertalannak, mint Magyar Bélának a G-tűrő képessége jó, sőt kiváló. Ez azt jelenti, hogy ezt a 4G-t, 5G-t kiválóan elviselték. Az űrhajósoknál nem csak a kiválogatásnál, hanem az edzésnél is nagy szerepet játszik a G-terhelés, a centrifuga vizsgálat, tehát edzés jelleggel is folyik. Ezek nyilvánvalóan eredeti felvételek, és itt az asszisztencia, amikor mondja, hogy Csityorka meg Pityorka, azok becézve a 4-szeres, 5-szörös terhelést jelentik. Kicsit hallgassunk bele.
Pityorka, ötöcske. Jó, hát ennyit a géterelésről, és akkor most mennénk tovább. A kiválogatás sikerével kapcsolatban Volinov kényszerleszállását szeretném felidézni. 1969-ben a Szajusz 5 fedélzetén került rendkívüli helyzetbe. Nem vált szét a leszálló egység és az orbitális egység. Hővédő pajzsa ellentétes irányba lépett be a sűrű légrétegekbe, az űrhajója égni kezdett, a kabin füsteltelt meg, és erősen felmelegedett. Tehát egy égő űrhajóba találta magát. Volinov hidegvérűségről és bátorságról tett tanúbizonyságot. A fedélzeti magnetofonban részletesen lediktálta az eseményeket, hogy mi történik. A fedélzeti naplóját gondosan becsomagolta, hogy halála után is minden adat a kivizsgáláshoz rendelkezésre álljon. Az irányító központba értesültek és érzékelték a rendkívüli eseményt, és felkészültek már Volinov halálára. Azonban szerencséje volt, a szerelékek mégiscsak elégtek, és a űrhajó le tudott válni az orbitális egységtől. Hát a rendkívüli helyzetnek megfelelően ballisztikus pályán szállt le, így kénytelen volt elviselni a 10G-s terhelést hosszú ideig. Ezt is fordított testhelyzetben, nem a ülésbe préselődve, mint ahogy azt normálisan kellene, hanem fordítva a hevedereken lógva. Erős szél volt, himbálózott a ejtőernyőn az űrhajó, kicsi össze is csavarodott a pörgés miatt, ezért nagy sebességgel csapódott a földbe. Fékező rakéták nem működtek, hiszen a tűzben elégtek. A becsapódást mégis túlélte, súlyos sérüléseket szenvedett, fogai kitörtek, ácsontörése és sok egyéb más sérülése volt. Hősies magatartása volt, hiszen a végveszélyben megőrizte hidegvérét. A kiválogatás sikerét pedig az jelenti, hogy egy olyan űrhajós került az űrbe, akinek a G-tűrő képessége, hőtűrő képessége és stressztűrő képessége is kiváló volt. Zsolovov repülését pedig a kiválogatás kudarcaként szeretném felidézni. 1976-ban a Szajut 5 űrállomáson repült, ez egy almazosztályú katonai felderítő űrállomás volt annak idején. Zsolovov fedélzeti mérnök volt, parancsnoka ugyanaz a Volinov volt, akiről az erről beszéltem, most ebből az alkalomban másodszorra repült. Váratlanul lekapcsolódott a világítás, leálltak a fedélzeti rendszerek, életveszély alakult ki a Szajut 5 űrállomás fedélzetén. Felolvasom Volinov jelentésének egy részletét, amit a kivizsgálásnál tett később. Amikor a Szajut 5 éppen az egyik rádiócsend zónába tartózkodott, megjegyzem közbevetőleg, a rádiócsend zóna a legrosszabb érzést kelti az űrhajósba, hiszen akkor nincsen a földi köldök zsinórja meg, tudatlanul ez egy szorongást okoz az emberben. Hirtelen megszólalt a sziréna, kialudtak a fények, minden kikapcsolódott, még az oxigén regeneráló berendezés is. Ez azt jelentette, hogy csak annyi oxigénünk van, ami az állomáson belül található. Teljes sötétségben találtuk magunkat az üvöltő szirénával. Teljes sötétség, nem tudtuk, hol van fenn, hol van lent, mi hol van, csak a sziréna üvöltött. Oda tapogatóztunk a pulthoz, és kikapcsoltuk a szirénát, és először tapasztaltuk meg a kozmos csendjét. Olyan érzésünk volt, hogy egy halott világban vagyunk. Ez az érzés nem való gyönge idegzetűeknek. Zsolobovnál nem múlt el nyomtalanul ez a stressz. Post-stressz szindróma alakult ki nála, befolyásolhatatlan fejfájás, érdektelenség, munka, edzés elhanyagolása, gyorsan romló általános állapot. Mély stuporózus állapot alakult ki hamarosan. A stupor az egy súlyos pszichiátriai tünetegyüttes,
az érzelmi reakciók és a motiváció teljes hiányát jelenti, teljes cselekvőképtelenséggel jár, beleértve a kommunikációs képtelenséget is. Olyan drámai volt a helyzet, hogy a repülés irányító központban a repülés azonnali megszakítása mellett döntöttek, kockáztatták még az éjszakai leszállás rizikóját is. Így a Szajusz 21 űrhajóval a 42. napon a tervezett 60. nap helyett készen leszálltak. A maga tehetetlen Zsolobovot parancsnoka Avolinov öltöztette be a szkafanderbe, sihazta be az ülésbe, és egyedül volt kénytelen leszállni a fedélzeti védnök segítsége nélkül. Újabb probléma a leválláskor keletkezett, a hajtóművek a hamarabb léptek működésbe, mint ahogy az a dokkoló horgók elengedték volna az űrhajót. A Szajusz 21 űrhajó fogságba került. A földi irányítóközpontban lázasan keresték a megoldást, míg végre megtalálták, hogy egy rádió parancsra mégiscsak működtetni tudják a dokkoló horgokat, azokat kinyitották, a űrhajó levált, és elindult a leszállás fele. A földetérés sem sikerült. Megint csak erős szél volt. A fékező rakéták akkor kezdtek el működni, amikor az űrhajó éppen a legnagyobb kilengésben volt. Így az űrhajót nem fékezték, hanem odébb lendítették, még jobban megdobták. Az űrhajó az érével csapódott a földbe, 8 méterre még vissza is pattant, ami nem kis teljesítmény, és az oldalán csúszva állt meg. Volinov elkezdte a maga tehetetlen Zsolobovot kihámozni az ülésből, akinek a sisakja be volt szorulva, a feje is megsérült, a deformált űrhajóban elektromos zárlatok keletkezett, szikrázás, rövid zárlatok, úgyhogy nem is sikerült elsőre, csak második kísérlete Volinovnak kihámozni Zsolobovot a kapszulából. A kutatómentőszolgálat 40 perc alatt ért a helyszínre, és hát meg tudták menteni a űrhajósokat. Nyilvánvaló azóta is, hogy Zsolobov a kiválogatás kudarcát jelenti, hiszen vészhelyzetben, életveszélyben nem tudta megőrizni munkaképességét, és óriási károkat okozott az űrrepülés hamarabbi megszakításával. Egy számos más példát is lehetne említeni, jó és rossz példát egyaránt, kialakulhat talán az a vélemény is, sokszor ez igaz is, hogy egy űrrepülés sikere a kiválogatás sikerességétől függ. De minden esetre aláhúzza a kiválogatás jelentőségét. Ne feledjük el soha, hogy az űr alkalmatlan az életre. Ez 60 év alatt semmit sem változott, a követelmények sem változtak, az űr nem megbocsájtó, és ha a kudarcnál voltunk, ugye ott elsősorban a pszichés terhelés és a pszichológiai kiválogatás kudarcáról beszélhetünk, hát erről a következő előadásban is fogunk még hallani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, köszönöm Péter az előadásodat. Nézőinknek mondom, hogy dr. Remes Pétert hallották, nyugállományi orvos ezredes, repülő és űrorvos, a Szegedi Tudományegyetem repülő- és űrorvosi tanszékének címzetes egyetemi docense.